Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió híradója. Június 26-a van, János és Pál névnapja. 77 éve ezen a napon bombatámadás érte Kassát, Munkácsot és Rahót. Ezután Magyarország belépett a II. Világháborúba. 31 éve ez a kábítószer ellenes világnap. Most következzenek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. Két újabb Európai Uniós csatlakozási fejezetet nyitott meg Szerbia. Általános iskolás diákokat is fogad az elkövetkezőkben a múzsiai Emmaus kollégium. Több fejlesztés is megvalósult az elmúlt időszakban a szabadkai vasutas helyi közösségben. 16 éves gyerek támadt karddal egy 45 éves személyre Szabadkán. Két újabb csatlakozási fejezetet nyitott meg Szerbia az Európai Unióval. A 33-as a pénzügyi és költségvetési rendelkezésekre, a 13-as pedig a halászatra vonatkozik. Ezzel 14-re nő a megnyitott fejezetek száma, melyek közül eddig ideiglenesen 2-t sikerült lezárni. A most megnyitott pénzügyi és költségvetési rendelkezésekre vonatkozó 33-as, illetve a halászatot szabályozó 13-as csatlakozási fejezetek rendkívül fontosak Szerbia számára, véli Jadranka Joksimović. Szerbia európai integrációért felelős minisztere elmondta, az országnak ugyan nincs tengere, de ennek ellenére is egyre komolyabb halgazdálkodás folyik Szerbiában, amely a jövőben tovább fejlődhet. A pénzügyi és költségvetési rendelkezésekre vonatkozó fejezet legfontosabb része pedig, hogy Szerbiának ezentúl fizetnie is kell az EU kasszájába, de a lekérhető uniós pénzeszközök jóval magasabbak lesznek. A további csatlakozási fejezetek megnyitásának felgyorsítása azonban elengedhetetlen, véli a miniszter. Mi ćemo se potruditi da idemo brže, da bismo bar po 7-8 poglavlja godišnje otvarali, jer onda bi time, ja mislim, stigli do negde 2021-2022 da taj proces otvaranja poglavlja završimo, da uđemo u proces finalnih reformi zatvaranja poglavlja i da ako se ubrzamo stignemo i tu 2025. Johannes Hahn fontos lépésnek nevezte a két újabb csatlakozási fejezet megnyitását. Az Európai Unió bővítési biztosa szerint hamarosan újabb fejezetek is megnyílhatnak. Ehhez azonban Szerbiának még van mit tennie. Serbia needs to urgently accelerate and intensify the pace of reforms, particularly on the rule of law. The conclusion of Serbia's constitutional amendments on the judiciary in full alignment with the Venice Commission opinion and the safeguarding of freedom of expression are further challenges that need to be tackled, but also in this respect we have heard today. Deli Andor vajdasági származású EP képviselő elégedetlen azzal, hogy az 5 előkészített tárgyalási fejezetből csak 2 került megnyitásra. Nem vagyok elégedett az unió teljesítményével a tekintetben. Sajnálatos, hogy az 5 teljesen elkészített fejezethez viszonyítva mindössze 2 jóváhagyása történt meg a tanácson, úgyhogy én azt gondolom, hogy egyfajta kivárás van még mindig az Unióban, és én remélem azt, hogy az év végéig ezek az elmaradt fejezetek megnyitásra kerülnek. Brüsszelben nemrégiben egy olyan dokumentumot fogadtak el, amely igen pozitívan értékeli a szerbiai reformokat. Ebben egyebek mellett az áll, hogy nem lehetetlen a 2025-ös csatlakozás, amennyiben az országban felgyorsítják a reformokat. Az Európai Unió bővítését szorgalmazza Szijjártó Péter. Magyarország külgazdasági és külügyminisztere Londonban arról nyilatkozott, hogy egy 28, 29 vagy 30 tagállamból álló uniót szeretnének látni. Mint ismeretes, Nagy-Britannia korábban népszavazás útján döntött arról, hogy kilép az Európai Unióból. Így 2019 márciusát követően az EU-nak 27 tagállama lesz. Elemzők szerint a bővítéshez jelenleg Szerbia, illetve Montenegró áll legközelebb. A két ország várhatóan becslések szerint 2025-ben válhat teljes jogú tagállammá.
Hivatalosan is elutasította a Macedónia új nevéről szóló határozat aláírását Gyorgye Ivanov macedón elnök. A parlament által elfogadott javaslat szerint Észak-Macedónia lehet a korábbi jugoszláv tagköztársaság neve. Az erről szóló történelminek számító egyezményt június 17-én írta alá Alexis Tsipras görög és Zoran Zaev macedón miniszterelnök. Az információk szerint Ivanov azért nem írta alá az új névről szóló parlamenti döntést, mert az nincs összhangban az alkotmánnyal. Lemond Zoran Zaev macedón miniszterelnök, ha kudarcot vall az ország nevének megváltoztatásáról szóló őszre tervezett népszavazás, jelentette be hétfőn a kormányfő, ám hozzátette, biztos abban, hogy a lakosság nagy arányban támogatja majd a népváltoztatást. Zoran Zaev azt várja, hogy a lakosság 77-85%-a szavaz arra, hogy Macedónia nevét Észak-Macedóniára változtassák. Rámutatott, ekkora arányban támogatják az állampolgárok az ország Európai Uniós és NATO csatlakozását is. Mint mondta, a macedónoknak nincs nagy terük a választásra, hiszen nincs más alternatíva, csak meg kell erősíteniük, hogy szeretnék, ha az ország EU-s és NATO tag lenne. Befejeződött tegnap az Újvidéki Egyetem 14 karának az iratkozáshoz szükséges dokumentumok átadása. Az első éven a helyek 85%-át töltötték be. Az érettségizők leginkább a fogászat és a gyógyszerészet iránt érdeklődtek, ezekre a szakokra ugyanis közel dupla annyian jelentkeztek, mint amennyi hely van. Tömeg volt a bölcsészettudományi karon is, ahol a legtöbben, vagyis 280-an a pszichológia szakra jelentkeztek. A műszaki karon az elektrotechnika és a számítástechnika iránt volt a legnagyobb az érdeklődés. A Művészeti Akadémián lévő 234 helyre több mint 400-an pályáztak. A mezőgazdasági karon, a technológiai karon, a jogi karon és a természettudományi karon maradtak még szabad helyek. Általános iskolás diákokat is fogadna a Muzsiai Emmaus kollégium. A diákok a környékbeli településekről a kollégiumban való elszállásolás mellett járhatnak magyar nyelvű osztályba Múzsján. Bánátban igyekeznek minden magyar gyerek számára lehetővé tenni azt, hogy anyanyelvén tanuljon, akkor is, ha a lakóhelyükön nincs magyar nyelvű iskola. Miközben a diákok a bizonyítványosztásra, a vakáció hivatalos megkezdésére várnak, addig a bánáti pedagógusok és a kollégiumvezetők már az őszi tanévkezdésre gondolnak. A Muzsiai Emmaus kollégiumnak idén 24 végzőse volt, és van hely bőven. Az, hogy hány új kollégistájuk lesz, az a jövő hónap elején kiderül. Az általános iskolás gyerekeket is fogadnánk, mégpedig 5. osztálytól fölfele, tehát és már van is jelentkező. Meg Nezsrémből is szeretnénk azt a két diákot valamiképpen idehozni. Fiúkról van szó, akik 4. fejezték, és most mennek a 5. osztályba. Úgy ezzel a kezdeményezéssel szeretnénk megnövelni a létszámot, vagy az diákok számát a muzsai iskolában. A kezdeményezés természetesen megelégedéssel fogadták az iskolában. Ez az új kezdeményezés, amit a plébános elindított, nagyon pozitív hatású lesz az iskolára is. Mi legnagyobb magyar nyelven folyó oktatási intézmény vagyunk itt a Közép-Bánátban, és támogatjuk ezt a kezdeményezést, míg már egy gyereket be is írattuk így módon. A pedagógusok szempontjából is nagyon fontos a diákok létszámának megőrzése. Jó hír, hogy mindegyik iskolai előkészítős gyereket beírattak az első osztályba. Minden évben kevesebb osztályt írunk be, úgyhogy lesznek olyan tanárok, tanítók, tanárnők, akik néhány százalékkal norma alatt fognak csak munkaviszonyba maradni. Ezek rangsora most jelent meg. Ez a kezdeményezés talán megmenthetné néhány kollégám munkahelyét is. A kétnyelvű muzsiai iskolának egykor 1400, jelenleg csak fele annyi tanulója van. Őszre két magyar osztály indul, összesen 24 tanulóval.
Pénteken ünnepli a Szabadkai Egyházmegye fennállásának 50. évfordulóját. Az ünnepséget a Szabadkai Szent Teréz Székes Egyházban tartják. Pénteken a 8:30-kor kezdődő szentmisén papszentelés is lesz. Szombaton 11 órakor ünnepi nagymisét tartanak a Szabadkai Bazilikában. Az eseményre 23 érseket, püspököt, mintegy 100 papot és 3000 zarándokot várnak. A ceremóniát a Székes Egyházon kívül kivetítőkön is követhetik a jelenlévők. Vasárnap június 30-án Szerbiába érkezik Rómából a vatikáni államtitkár, aki másnap Újvidéken tart szentmisét. A hétvégi évfordulóhoz kapcsolódó ünneppel a Pannon RTV híradásaiban részletesen is foglalkozik majd. Rómából Pietro Parolin bíboros államtitkár érkezik országunkba, és Belgrádban fogadják őt a legnagyobb állami vezetők, így az szerbiai államelnök is, és lehetősége lesz a bíboros államtitkárnak találkozni Irinej szerb pátriárkával is. Kitüntető figyelem ez, amely a Róma, illetőleg a Szentszék részéről Szerbia felé megmutatkozik, hiszen az államközi kapcsolatok történetében ilyen még soha nem volt, hogy ilyen magasrangú egyházi vezető, állami vezető érkezzen Szerbiába. Tömörített kőzúzalékkal borították be a partizánbázisok a Bajmoki és Kozják utcákat a Szabadkai Vasutas helyi közösségben. Ugyanitt a Hunyadi János és Puskás Tivadar utca közvilágítást kapott. A fejlesztések sora ezzel nem áll meg, újabb beruházások várhatók a helyi közösség területén. Vegyes érzelmekkel fogadták a partizánbázisok a Bajmoki és a Kozják utcák földes utainak kőzúzalékkal való beborítását a vasutas helyi közösség lakói. Sokak véleménye szerint a munkálatokat nem végezték el kellő szakértelemmel és alapossággal, ám mások még ezzel is elégedettek, hiszen eddig áldatlan állapotok uralkodtak. Esőzésekkor közlekedni sem lehetett ezekben az utcákban a hatalmas kátyuk miatt. Az, hogy ezt az utcát nem csinálták még rendesen, nekem ez a véleményem. Nagyon jó, hogy megcsinálták, örülünk neki, de rendesen kellett volna, nem így. Ide szakembernek kellett volna jönni, hát vagy ha nem aszfaltot ezt is, de ez is egy-két év az tönkre még. Hát itt lent már hányszor csinálták, az mindig kigödrösödik. Kako je bilo, sad je super. Stvarno je super. Toliko je bilo blato, da čak ni deca nisu mogla biciklom da prođe. A kőtörmelék mellett más fejlesztés is volt, a helyi közösség Hunyadi János és Puskás Tivadar utcája közvilágítást kapott, sőt a legforgalmasabb utca egyik szakasza is fel lesz újítva. A Szabadkai Vasutas helyi közösség egyik legforgalmasabb útja a Majsai út. A közeljövőben új aszfaltburkolatot fog kapni az iskolától az első körforgalomig. Más beruházásokra is vannak ígéretek, a piac kérdése már régóta megoldatlan. Közös indítványozás volt a piac felé, hogy mivel hogy a vasutas településnek 6000 polgárja van, köztudott az, hogy nagyon népszerű, ugye az a kialakított üzleti központ mondhatnánk, és egy ideiglenes piac. Na most azt az ígéretet, meg az az információnk van, hogy július végén, legkésőbb augusztus elején ennek a piac területe meg lesz egy tényleg egy olyan nívóra lesz téve, hogy ahol kulturált módon bírják a mindennapi beszerzésüket az itteni polgárok ugye elvégezni. Kikity Attila hozzátette, számos égető problémával kell még szembenézniük a helyi közösség lakosainak. Az egyik ilyen gond a szennyvíz elvezetés hiánya, amelynek megoldása még várat magára. Európa egyik legminőségibb termőtalaja a Temerini községhez tartozó Szőregen van, ahol több mint másfél méter mélységű a fekete föld talajrétege. Az állami tulajdonban lévő földek bérbeadásából a helyi önkormányzat évi szinten 12 millió dinár bevételt valósít meg, hangzott el a Temerini községi képviselőtestület mai ülésén. A Temerini Községi Képviselőtestület képviselői az elmúlt időszakban azon dolgoztak, hogy a település területén minél több befektetés valósuljon meg. Az idén több olyan projektet is lezárnak, amely a helyi magyarság érdekeit szolgálja, nyilatkozta Sziberi Béla, a Temerini KKT tagja. Az idegenforgalmi jellegű kerékpárutat és a kápolna kiépítését a közeljövőben befejezik, de mind több eszközt tudnak fordítani a civil szervezetek működésére és a magyar tannyelvű oktatás biztosítására is.
annak köszönhetően, hogy hatalomban vagyunk, és a VMS vajdasági szinten és köztársasági szinten is hatalomban van. Tehát oda tudtunk figyelni az iskola felújítására, ahol 78 millió dinárt tudtunk kipályázni a köztársaság ügynökségtől. Itt komplett az iskolának a felújítására sor kerül. Az ülésen olyan határozatot is hoztak, amely a helyi magyar termelők érdekeit is szolgálja. A több mint 1200 hektár állami tulajdonban levő termőföld bérbevételét a földműves szövetkezetek mellett ugyanis számos helyi állattenyésztő is kihasználja. A Petőfi birtok és a 9, mert már még 8 földműves bejegyzett gazdaság, abból 4-5 magyar ember, akik kaptak ilyen 30-40 hektárokat, és a végül maradt 35 egész valahány hektár, amely mehet a licitálásra. A község területén lévő minőségi termőtalaj lehetőségeit kihasználva a temerini önkormányzat az idén is 3 millió dinár kamattámogatással járult hozzá a helyi termelők fejlesztéseihez. To smo limitirali na 300.000 dinara na godišnjem nivou da kod poslovnih banaka podignu kredit od 300.000 dinara na 12 mjeseci i njih to praktično posljednjih dve godine taj kredit košta 0 dinara u smislu kamate. A támogatás mellett a helyi önkormányzat az állami tulajdonban levő földeket is kedvezményesen adja bérbe, a befolyt összeget pedig a gazdaság fejlesztésére és közhasznú projektek megvalósítására fordítja. Lezárták a nyomozást az új évkor Szegeden meggyilkolt vajdasági lány ügyében. Hamarosan jönnek a részletek, azonban először lássuk, mivel foglalkozunk még a híradóban. Kezdődik a nyaralási idény, mivel készüljünk fel egy zökkenőmentes autós nyaralásra. Az albán játékosokat és a Szerbiai Labdarúgó Szövetséget is megbüntette a FIFA. Lezárta a nyomozást a rendőrség az új évkor Szegeden meggyilkolt vajdasági lány ügyében. Emberölés miatt javasolnak vádemelést az áldozat 29 éves barátjával szemben, tájékoztat a Csongrád megyei rendőrfőkapitányság szóvivője. A megalapozott gyanú szerint az Északbácskai Gunarason élő férfi január 1-ére virradóra előzetes szóváltást követően egy lakásban több alkalommal megütötte barátnőjét, majd a sértett fejét falba verte és nyakát két kézzel leszorította. A bántalmazások következtében a sértett a helyszínen meghalt. A gyanúsított ezt követően öngyilkosságot kísérelt meg, ereit felvágta, azonban rövid idő múlva a szomszédba becsöngetve mentőt és rendőrt hívott. A rendőrök a férfit őrizetbe vették, majd gyanúsítottként kihallgatták, melynek során a bűncselekmény elkövetését beismerte. Emberölés büntette miatt indult ellene büntető eljárás. A nyomozást befejezték, és az ügy iratait vádemelési javaslattal továbbították az ügyészségre, tudatta a főhadnagy. Kiskorút gyanúsítanak emberölés kísérletével Szabadkán, tájékoztat a rendőrség. A 16 éves gyerek egy 45 éves szabadkai lakost próbált leszúrni a város külterületén tegnap hajnalban. Az információk szerint a két személy először szóváltásba keveredett, majd a fiatalkorú egy díszkarddal megtámadta nála 29 évvel idősebb szemét, aki súlyos sérüléseket szenvedett. A támadót őrizetbe vették. Ki ne tervezné, várná szívesen a nyár legjobb részét, a nyaralást. Ilyenkor sokan csak a sós vízre, a festői tájra és a megérdemelt pihenésre gondolnak. Azonban az oda vezető út hosszú és kellő felkészülés nélkül veszélyes is lehet. Az, aki saját gépjárművével szeretne eljutni a kiválasztott úti célra, számos óvintézkedést is meg kell, hogy tegyen. Ugyanis a hosszú út során autónk állapota életmentő lehet ránk és családunkra nézve. Hosszabb útra járművet felkészíteni, már jóval előbb el kell kezdeni, mondjuk mielőtt megkezdődne a nyár, már a klímát mondjuk kitakarítani, újra tölteni, minden. Az út előtt a járművet átvizsgáltatni szakemberre, ami legszükségesebb, a fékek, a kormányberendezés, ami tényleg ne legyen rémálom az autóvezetés, a járművezetés közben.
Márton Róberttel egy hosszabb, 20 perces interjút készítettünk a Szubjektívben. Ha még több információra kíváncsiak a témával kapcsolatban, a teljes műsort megtekinthetik honlapunkon a pannonrtv.com-on. Több mint 2200 személy nyaralását mondta le az SAB belgrádi utazási iroda. Mindenki, aki június 22-ével bezárólag befizette a nyaralást az említett utazási irodánál, nem tud elutazni, mert az ügynökség lemondta az összes utat. Az illetékes szerbiai tárca egyeztetett az SAB igazgatójával. A minisztérium arra törekszik, hogy az ügynökség a turizmusról szóló törvénnyel összhangban járjon el. Ez pedig azt jelenti, hogy az irodának kártalanítania kell az utasokat. Az utazási ügynökség egyébként 3572 utazási szerződést kötött, amelyből 2249-et le kellett mondania. A felügyelőség június 20-a óta vizsgálatot folytat az utazási iroda ellen, amióta kiderült, hogy azok az utasok, akik ennél az irodánál fizették be a nyaralást, nem tudnak hazatérni sem. A Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége idén is megszervezi Vajdaságban a Magyarok Kenyere program keretében a búza adományok begyűjtését. A vajdasági gazdaszervezetek segítségével a búza adományok begyűjtése folyamatos lesz 2018. július 15-éig. Azok a termelők, akik nem tudják a megadott napig leadni adományaikat a helyi gazdaszervezeteknél, azok megtehetik július 17-én kedden 8 és 14 óra között Zentán a Dózsa György utca 34-es szám alatt. A felajánlott búza mennyiséget a borsos malomban cserélik lisztre, amelyet Vajdaságban használnak majd fel, és jelképesen csak egy zsák mennyiséget visznek át Magyarországra az összeöntés ünnepére. A kapott liszttel a gyermekekkel foglalkozó intézményeket, civil szervezeteket, a diákkollégiumokat, a sérült gyermekekkel foglalkozó szervezeteket, lurkóházakat, a nagycsaládos egyesületeket, és azon belül a családokat támogatják, amelyek erre ténylegesen rászorulnak. 9. alkalommal tartják Zentán a Nemzetközi Grafikai és Festészeti Alkotóműhelyt. A műhelymunka kedden kezdődött és szombaton ér véget. A 6 napos alkotótáborban főként grafikai alkotások készülnek. Az alkotóműhely második napján már készülőfélben vannak a képzőművészek alkotásai. Orcsik Jessica először vesz részt a műhely munkálatokban. Akvarellezni fogok a héten, és hát így egyébként szeretnék belekeverni még más technikákat, mondjuk zsírkrétát, vagy olajos pasztelt más néven, de egyébként még nincsen konkrét elképzelés, és nem csak tudom, hogy akvarellezni szeretnék. 9 képzőművész vesz részt az alkotóműhely munkájában. Kozma Laura Szabadkáról érkezett, és grafikai alkotásokkal dolgozik a héten. Általában tájaknak néznek ki ezek a dolgok, néha kivehetőek, néha annyira nem. Most így egyelőre megpróbáltam az első nyomatot egy ilyen köztesre készíteni, hogy kivehető is, meg nem is, és aztán meglátom, milyen irányba jutok el vele. A műhely idei témája a papír, amelyet a képzőművészek változatos módon használhatnak fel. Inspirálta ez a téma az alkotókat, mert a kollástól kezdve, a nyomatokon keresztül a kollás, különböző kísérletek is vannak. Vannak, akik már a papírral bármit meg tudnak csinálni, mint például Csárnik Attila, ő mindig a papírt különböző formáival játszadozik, és ő is most valamilyen térformát készít. A grafikai műhely munkálatok során készült alkotásokat egy decemberi kiállításon tekinthetik majd meg az érdeklődők. A magyarországi Petőfi TV Én vagyok itt című műsorában mutatták be a Pannon Rádió műsorvezetőjének Sóti Juli és a Színszikász együttesnek a legújabb videoklipjét. A videoklip a 80-as, 90-es évek világát mutatja be, amelyet az együttes videokazettára kiírva küldött el a tévének. A klip premiért szombaton láthatta a közönség, valamint az interneten is megtalálható. Sóti Juli és a Színszikász idén az Oromi Malom Fesztiválon is fellép. A videoklip Don Quixote-ről szól, és azokról a női szívekről, akik álmodoznak róla, de valljuk be, mindannyian egy olyan férfira vágyunk, aki valójában nem is igazán létezik ebben a világban, mert olyan tulajdonságokkal rendelkezik, ami talán nem is igazán kivitelezhető. Viszont a Don Quixote szupererős, szuper sármos, és minden tulajdonság megtalálható benne, ami igazán manapság már nem annyira könnyedén fellelhető, akár
akár a férfiakba, akár a nőkbe, és így egy ilyen párkeresési történetet mutat be. A sporthírek előtt jöjjön néhány szó az időjárásról. Folytatódik térségünkben az elkövetkező napokban az évszakhoz képest hűvösebb idő, csapadék elvétve bárhol előfordulhat, leginkább szerdán. Ezzel kapcsolatban figyelmeztetést is kiadott a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. Az országos eső egész nap kitarthat. Az átlaghőmérséklet 20-23 fok körül alakul. Még ha kevésbé is érezhető, de lassú felmelegedés van folyamatban. Az előrejelzések szerint a hétvégén már 30 fok közeli értékeket mérhetünk majd. Két döntetlent is hozott a tegnapi meccsnap az oroszországi világbajnokságon. Spanyolország 2-2-es remit játszott Marokkóval, Portugália pedig 1-1-et Iránnal. A B csoport élén Spanyolország végzett, Portugália pedig másodikként jutott tovább a nyolcad döntőbe. A spanyol csapat ellenfele a legjobb 16 között a házigazda Oroszország lesz, míg Portugália az A csoportot hibátlan teljesítménnyel megnyerő Uruguay legjobbjaival mérkőzik. Az oroszországi labdarúgó világbajnokság első gól nélküli döntetlenjét a francia és a dán válogatott játszotta kedden. Ezzel utóbbi tovább jutott, előbbi pedig csoport elsőséget biztosított be a C jelű négyesben. A csoport másik találkozóján két vereségét követően a perúiak 2-0-ra legyőzték az egypontos ausztrálokat, így nekik sikerült szebben a búcsú. Egyúttal ők szerezték meg a harmadik helyet. A franciák a D csoport második helyezettjével, míg a dánok ugyanennek a négyesnek az elsőjével találkoznak a nyolcad döntőben. Pénzbüntetést kaptak a svájci labdarúgó válogatott játékosai. A FIFA fegyelmi bizottsága 10 000 svájci frank befizetésére kötelezte Granit Xhakát és Serdán Shakirit, még a csapatkapitány Stefan Lichtsteiner 5 000 frankos büntetést kapott. A FIFA fegyelmi bizottsága azért büntette meg a két albán származású svájci játékost, mert kezükkel kétfejű sast formálva ünnepelték a gólokat a Szerbia ellen játszott meccsen. A FIFA egyébként tiltja a politikai állásfoglalásokat a pályán, sőt semmilyen rasszista, homofób vagy kirekesztő célzást nem tűr a stadionokban, sem a rajongók, sem pedig a játékosok részéről. A FIFA azonban most nem büntette eltiltással a játékosokat, így azok pályára léphetnek a szerdai Costa Rica elleni mérkőzésen. A FIFA 54 000 frankra büntette a Szerb Labdarúgó Szövetséget, mivel a szerb szurkolók transzparensein diszkriminatív feliratok és üzenetek voltak olvashatóak. A Reuters jelentése szerint a FIFA a szerb szövetségi kapitányt és a szerb szövetség elnökét is megbüntette. Mladen Krstajicnak és Slavisa Kokezánnak is 5 000 frankot kell befizetnie a FIFA számlájára. A Svájc-Szerbia mérkőzés után adott sajtótájékoztatón tett kijelentéseik miatt. A Szabadkai Spartacus női labdarúgóklub megkezdte a felkészítő edzéseket az idei évre. A lányok a tavalyi szezonban kimagasló eredményeket értek el, és a szerb első osztály első helyén végeztek. A kék galambokra idén is tartalmas szezon vár. Július 7-e és 13-a között már selejtező mérkőzéseket játszanak Montenegróban a női bajnokok ligájába kerülésért. Az elmúlt szezonban a Spartacus női labdarúgója egy remek szezon tudhatnak maguk mögött. Idén is kemény munka vár a lányokra. Természetesen, mint minden évben, próbálunk a legjobbnak lenni, megnyerni a bajnokságot, valamint a szerb kupát, és hogy idén végre sikerüljön tovább jutnunk a bajnokok ligája kvalifikációján. A lányok edzője Boris Arsic elmondta, hogy a tavalyi szezon első felében eredményesek tudtak maradni. Az idény második fele viszont már izgalmasabbra sikeredett, mivel a belgrádi Crvena Zvezda női labdarúgói egy pontra közelítették meg őket, de végül sikerült megnyerniük a bajnokságot. Most a bajnokok ligájára koncentrálnak. Mi smo prošle godine igrali isto, sticam okolnosti u Crnoj Gori. Mogu da kažem da su zaista uslovi tamo fenomenalni. Ono što je što tiče samih ekipa koje smo dobili u grupi, neverovatno, ali istinito da smo dobili opet Kajrat Gat, prvaka Izraela. Ekipa koja je dosta nepredvidiva. A lányok július első hetében Zlatiboron folytatják a felkészülést, és 7-től egészen 13-áig Montenegróban a bajnokok ligája selejtező mérkőzéseket játsszák majd.
A nyugat-balkáni államok közötti gazdasági együttműködésről tartanak holnap konferenciát Brüsszelben. A gazdasági projektek, beruházások megvalósítását, a közös lehetőségeket a bővítés tekintetében közelítik meg. A konferencián Deli Andor vajdasági származású EP képviselő elnököl. A témával kapcsolatban kérdezzük. Jó napot kívánok! Milyen gazdasági együttműködésekre van lehetőség a nyugat-balkáni országok között? Úgy gondoltuk, hogy itt az ideje egy pozitív hangvételű konferencia megszervezésére itt az Európai Parlamentben, ez pedig a gazdasági együttműködés a nyugat-balkáni országok között. Tudjuk azt, hogy igazából csak az erős gazdaságú tagjelölt országok az igazán vonzóak az Unió számára, és hát a nyugat-balkáni országok pedig, a nyugat-balkáni hatok, ahogy hívják őket, az elmúlt évek során sok olyan kezdeményezésbe belefogtak, aminek épp az a célja, hogy nem csak az EU iránti gazdasági kereskedelmi viszonyukat erősítsék, hanem az egymás közötti kereskedés is fölélénküljön. Erről fogunk holnap konferenciát tartani itt az Európai Parlamentben, és a meghívásunkra eljönne a szerb és montenegrói nagyköveten kívül még Hahn biztosnak a főtanácsosa, azon kívül az osztrák elnökség képviselője, valamint az európai ipari kamarák, a szerb kamara, a német kereskedelmi kamara képviselője is, és természetesen a legfontosabb résztvevő pedig egy cég lesz, aki beszámol a régióbeli élményeiről és tapasztalatairól, hogy hogyan is néz ki a régión belüli együttműködés. Ki használja teljes egészében ezen együttműködési lehetőségeket Szerbia? Szerbia a térség legnagyobb országa, és egyúttal a legnagyobb gazdasága is. Ebből kifolyólag nagyon fontos a kormányzat számára, ez az összes jelzésből, kommunikációból tisztán látszik, hogy minél élénkebb kapcsolat alakuljon ki a közvetlen szomszédokkal, és ezért is van az, hogy Szerbia kormánya már régről támogatja azt az Európai Uniós Bizottság által is erősen és hathatósan támogatott elképzelést, hogy a 6 nyugat-balkáni ország alakítson ki egy regionális gazdasági térséget. Magyarán ez azt jelenti, hogy a 6 ország hangolja össze a gazdasági kereskedelmi szabályait, és ugyanakkor törekedjen arra is, hogy minél akadálymentesebb legyen az áruk és a szolgáltatások mozgása a térségben. Szerbia, amint mondtam, ennek nagy haszonélvezője lehet, lévén a legnagyobb kapacitásokkal rendelkező ország. Ugyanakkor az, ami még előttünk áll, az az, hogy ezek az országok valóban kiépítsék ezt a kapcsolatrendszert. Ugyanis egyértelmű, hogy a piacok összekapcsolása, liberalizációja vonzóbbá teheti a nyugat-balkáni tagjelölt országokat, például a külföldi befektetők számára is, akiknek, hogyha látnak egy nem 4 vagy 5 milliós piacot, hanem látnak egy majdnem 20 milliós piacot, akkor az sokkal vonzóbb lehet a számukra. Ugyanígy, ha tudják, pontosan látják, hogy milyen kereskedelmi szabályoknak kell megfelelni, illetve azok hasonlóak és átjárhatók a határok ezek az országok között, az is egyszerűsítheti és vonzóbbá teheti a térséget. Úgyhogy azt hiszem, hogy Szerbia, mint ebben is egy élenjáró ország, ebben a kezdeményezésben nagy haszonélvezője lehet, és valószínűleg, hogy ki is tudja használni ezt a lehetőséget. Milyen távlati lehetőségeket jelent ez az ország számára? A bővítés, azt tudjuk, hogy nem csak a jogszabályok normatizációját jelenti és harmonizációját, hanem egyúttal a gazdasági kapacitások erősítését is. Ugyanis egy tagjelölt ország, amint bejut az Unió belőle, részt vesz és haszonélvező is, de ugyanakkor sok esetben elszenvedője is annak az erős versenynek, annak az erős konkurenciának, ami az egységes belső piacon uralkodik.
Erre kell az elkövetkező időszakban ráerősíteni a tagjelölt országoknak, így Szerbiának is, és véleményem szerint ebben segíthet épp ez a nyugat-balkáni összefonódás is. Félreértés ne essék, itt nem az egykori Jugoszlávia feltámasztására kell gondolni, és ugyanígy sok olyan véleményt is, és téves véleményt hallhattunk, hogy ez valamiféle hiánypótlás lehetne a végső EU-tagság helyett. Nem erről van szó, a bizottság is ezt már számos alkalommal kijelentette, hogy itt azt szeretnék elérni, hogy ezek az országok szinte begyakorolják is már előre azt a helyzetet, amikor egyszer majd nem csak egymás között hatukban kommunikálnak és kereskednek, hanem amikor teljes egészében részeivé válnak annak a hatalmas uniós piacnak. Az ilyen és ehhez hasonló gazdasági együttműködések milyen hasznot jelentenek a vajdasági magyar közösség számára? Szerintem a haszon egyértelmű. Minden gazdasági fejlődés, növekedés, amit az ország elér, amit fölmutat, az minden polgárára kivetül. Ebből kifolyólag azt hiszem, hogy egyértelmű, hogy abban az esetben, ha Szerbia gazdasági hasznot, fejlődést tud produkálni egy ilyenfajta együttműködés élénkítés során, az mindenképpen pozitív lesz a mi közösségünk számára is. Deli Andornak köszönjük szépen! Eddig tartott a híradó, a nap kiemelt hírei jönnek még egyszer röviden. Két újabb Európai Uniós csatlakozási fejezetet nyitott meg Szerbia. Általános iskolás diákokat is fogad az elkövetkezőkben a múzsiai Emmaus kollégium. Több fejlesztés is megvalósult az elmúlt időszakban a szabadkai vasutas helyi közösségben. 16 éves gyerek támadt karddal egy 45 éves személyre Szabadkán. Köszönjük figyelmüket a pannonrtv.com oldalon, még több friss hírt és információt olvashatnak, és riportjainkat is visszanézhetik. Tartsanak velünk a továbbiakban, és szép estét kívánok, viszontlátásra!